Gáva-Vencselő korábban Svápfalunak nevezett részén a Kápolna utcán áll ez a közelmúltban felújított épület. A korszerűsítésre az önkormányzat a Terület és Településfejlesztési Program turisztikai programjában kapott támogatást. Bár a ház egyelőre üresen áll, a bebútorozást követően hamarosan ide kerül a település híres Szentkép gyűjteménye. A beruházástól azt várják, hogy még több turistát vonz Gáva-Vencselőre. Sávonalon valamikor régebben elkezdődött a településen szentképeket idősektől begyűjtött egy tárgyaknak a, a, az összegyűjtése, amely egy ingatlanban most el van helyezve, persze ez is te látogatható, tehát kiállítás formájában, de mégis egy méltóbb körülményt szerettünk volna adni ennek. Évekre ezelőtt nyílt ez meg ez a lehetőség, most jár még a végénél ez a, a beruházás. Még van egy-két apróság, bútorok, illetve egyéb technikai eszközök beszerzése, illetve majd az átköltöztetés, úgyhogy e, szerintem jövőre már az is, a jövő nyár folyam már, már látogatható lesz. Berec János hozzátette, a Tiszához kapcsolódóan egyéb turisztikai fejlesztéseket is terveznek. Szeretnének bekapcsolódni a tokai kerékpárút hálózatba, és a szálláshelyek bővítésével tovább élénkíteni az idegenforgalmat. Lencselőnek, illetve a rencselői részen, a Tiszaparti részen, a kastélyhoz kapcsolódva egy kicsit, tehát a Tiszaparti részen szeretnénk meglódítani a turisztikát, illetve a hajózáshoz kapcsolódó dolgainkat. Ezzel lesznek még majd egyeztetések ezen a héten is, amit mondtam, egy kicsit régiós dologba is gondolkozva, illetve hát a kerékpárút, ami nagyon sarkalatos, aztán van még egy egy, egy kastélyhoz kapcsolódó elképzelésünket a kastély szomszédságában egy szállásos, apartmanos fejlesztésben gondolkozunk egy helyi vállalkozóval, aki szintén ö, nagy potenciált lát a, a, az ideérkező turizmusba majd, tehát kicsit egy tokajhoz ö, húzva. A település gazdasági helyzete stabil, tette hozzá a polgármester, így nyugodtabban várják az idei telet, mint a tavait. Az önkormányzat egyébként több évre elegendő tüzelő tartalékkal rendelkezik. Szinte mindegyik intézményét fával fűti tavaly óta, így jelentős mértékben tudtak csökkenteni a rezsi kiadásokon. A tavaly évet is úgy indítottuk, hogy egy-két ingatlanunkat bezártuk, tehát már próbáltunk rákészülni a tavalyi télre, és hál' Istennek hát persze nem volt kemény tél, de, de tehát úgy gondolom, hogy jó volt az irány ilyen, ilyen megfontolásokból. Úgyhogy már ennek az évnek, már kicsit nyugodtabban megyek neki. Tehát látom a pénzügyi mutatókat, illetve azokat a számokat, hogy mit is tudtunk megspórolni, illetve hol kell még szorítanunk, illetve olyan műszaki megoldásokat iktattunk be, vagy, vagy hogy is mondjam, amelyek tehát mondjuk a fatüzelés irányába mozdították el az épületek fűtését és ezzel nagyon sokat tudunk spórolni. Tehát az önkormányzatnak teljes útjai vannak, illetve olyan, olyan erdős részei, ahol, ahol még én, számítások szerint 10-20 évig még ki tudunk fűteni fával a, a, a településen nagyon sok intézményt. A rezsi pedig tovább csökkenhet egy fejlesztésnek köszönhetően is. Rövidesen megkezdődik az idősek épületének energetikai korszerűsítése Gáva-Vencsellőn. A beruházásra 120 millió forintos támogatást nyert el az önkormányzat.